Nyolc borászat összefogásával jött létre az első kőporosi borbazár a helyi borok népszerűsítéséért. A borpiknikre kilátogatóknak lehetőségük volt végiglátogatni és kóstolni a pincészetek kínálatát. Azt szerettük volna ezzel a rendezvényel elérni, hogy az egri és nem egri emberek fejébe betegyük azt, hogy az eger kőporos az ugyanolyan méltán híres tradicionális pincékkel rendelkezik. Úgy gondoltuk, hogy közösen erősebbek vagyunk, mint külön-külön. A Gróf Putler borászatban a teljes palettát kínálták a borértő közönségnek. A nyári melegben sokan a könnyed rozé és a fehér borokat kóstolták, kíváncsian járva végig a pincészeteket. Az első benyomásunk az, hogy nagyon kellemes, sőt, ezekben a pincészetekben nem is jártunk mindegyikbe, úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk az összes többit. A Simon pincészet 15 féle nedűvel várta a vendégeket. Azt szeretnék, ha minél többen megismernék kínálatokat és magát a kőporost is. Mit várok a kezdeményezéstől, hogy a pincesorunkat is megismeri az egri és a egerbe érkező közönség. Tulajdonképpen egy elhanyagolt hely voltunk értékekkel, vagy talán attól nagyobb értékekkel is. És jobban ki fogunk nyílni, jobban ismertek leszünk, ezt várom. Bartók Patrik baráti társasággal érkezett a borbazárra. Ostoroson lakunk, Egerszalókon lakunk, és úgy gondoltuk, hogy ez elég közel van ahhoz, hogy megkóstoljuk ezeket a jó borokat, illetve hogy betekintést nyerjünk ezekbe a pincészetekbe, ahol nap mint nap eljárunk, és zárt ajtókat látunk, és igazából ennyi volt a motiváció, hogy körbenézzünk itt a kőporoson. A tervek szerint jövőre ugyanígy nyár elején várják ismét a borbazárra a borkedvelő közönséget.